Három ország önkormányzati, megyei, tartományi, járási tisztségviselői, civil szervezetek és régiók képviselői vettek részt a Vajdasági Parlament épületében megtartott díszülésen, amelyen a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégió megalapításának 20. évfordulóját ünnepelték. Záključak je, da je Euroregion Duna-Körös-Maros-Tisza ispunio svoju misiju, svoju ulogu, jer smo kroz čitav niz projekata uspeli pre svega da se bolje upoznamo, da podstaknemo jedni druge na dodatne vidove saradnje i da kroz čitav niz projekata najkonkretniji mogući način tu saradnju i utemeljimo. A térség országainak egymásra utaltságára emlékeztetett a Csongrádi Közgyűlés alelnöke. Nagy bátorság kellett 20 évvel ezelőtt ahhoz, hogy ez a kezdeményezés elinduljon, és nem gondolom, hogy biztosak voltak az indítók abban, hogy 20 év múlva ünnepelni fogunk. Azonban ez a 20 év megmutatta, hogy ez a térség egymásra van utalva. Pásztor István, a tartományi parlament elnöke elmondta, Vajdaság a kezdetektől motorja volt a DKMT eurórégiónak, és ez a jövőben is így lesz. A házelnök a díszülésen emlékplaketteket adott át mindazoknak, akik sokat tettek a DKMT eurórégión belül megvalósult projektek sikerességéért, az országok és régiók közötti együttműködés fejlesztéséért.